Hári Krishna, folytatjuk a Rámaján fölolvasását, és a 14. fejezethez érkeztünk a harmadik könyvön belül. Ennek címe a tűzpróba. Először természetesen a ráhangolódó mantrákat fogom elmondani. Omagyana Timiranda Sziagyana Jana Salakaya Csaksuru Militamina Tasmai Sri Maha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Butala Srimate Bhakti Vedanta Namaste, Sarasvatedeve Góra Vani nírvis és Shunyavadi Pashyatyade Satta Rinne Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nanda Sri Yadvita Gadathara Sri Vasthali Góra Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Már ő is alig várja. <gül> <gül> kis egy <laughs> Na. Hmm. Om Namo bhagavate Vasudevaya. Om Namo bhagavate Vasudevaya. Om Namo bhagavate Vasudevaya. Harmadik könyv, 14. fejezet, a tűzpróba. A félistenek és a risik boldogan hazatértek a mennyekbe. Mátali meghajolt Ráma előtt is engedélyt kért, hogy szekerével visszatérhessen Indrához. Ráma a szemével követte az égi szekeret, amint magasra emelkedett az égen, majd eltűnt. Haragja teljesen lecsillapodott már, s Vibisan a királyák koronázására gondolt. Lanká városa a földön volt, így a föld uralkodójának fennhatósága alá tartozott, még akkor is, ha lakták. Ezért Ráma a jámbor Vibisanát kívánta a trónra ültetni, mert tudta, ő hamar rendet teremt majd a felfordított városban. Ráma Laksmanát kérte meg, hogy végezzel a koronázási szertartást. Laksman a tüstént elküldte a majmokat, hogy hozzanak tengervizet, nagy aranykorsókban, s a tengervízzel aztán a védák előírásaihoz hülyen megkoronázta Vibisanát. Vibisana lett Lankák királya és uralkodói pompával ragyogott trónusán. A rákoszák örültek, hogy Rávonát öccse követte a trónon, és hálából elhalmozták ajándékaikkal. Vivisana azonban mindent, amit kapott, Rámának adott, aki a ráksasza iránti szeretete jeléül elfogadta az ajándékokat. Amikor a ceremónia véget ért, Ráma megkérte Hanumánt, hogy siessen Szitához. Kérlek, tudasd a jó hírt a hercegnővel, mondd meg neki, készüljön, hogy minél hamarabb láthassam. Hanumán nyomban a a kertbe indult. Amint elhaladt a ráksaszák mellett, a démonok összetették kezüket, hogy kifejezzék tiszteletüket a nagy hős iránt. Az ások a kertben szítált, a szímsapa fa alatt találta meg, még mindig ott hevert a tövében. Nem hallott még rám a győzelméről. Csügget és szomorú volt, ám amint megpillantotta Hanumánt, reménykedve felállt. Biztosan jó híreket hozott ez a kedves majom, izgatottan hallgatta, amint Hanumán mindent elmesélt neki. Ó, nemes hölgyem, férjed győzedelmeskedett. A démon rávana nincs többé. Helyette az erényes Vibisana lett Lanká uralkodója. Anyám, megpróbáltatásaidnak vége. Készülj, kérlek, hogy találkozz uraddal, Rámával. Szitát megbénította a boldogság, olyannyira, hogy nem is tudott válaszolni, csak állt, szeméből könnyek csordogáltak. Amikor végül szóhoz jutott, azt mondta. Ó, derék majom, semmit sem tudok neked adni a jó hírért cserében. Nincs annyi arany, ezüst vagy gyémánt, ami felérne üzeneted értékével. Az egész világnál drágább kincset adtál most nekem. Örömteli szavai többet érnek nekem, hercegnő, mint bármilyen drága ajándék. És most, hogy rám a győzedelmeskedett, és boldognak látom, nem is vágyom semmi másra. Szita egyre hanumán dicsérte, és a vánarák hős vitéze, lesütött szemmel, két kezét összetéve állt előtte. Ó, hercegnő, mondta aztán, kérlek, engedd meg nekem, hogy ellássam ezeknek a gyalázatos sasziknak a baját, akik annyit kínoztak. Ó, hogy szeretnék nekik jól odasózni a buzogányommal? Halált érdemelnek, amiért így gonoszul bántak veled. Cita a távolban üldögélő rák szikra nézett, akik most, hogy rá van a meghalt, már nem törődtek vele. Ezek a ráksaszik csupán uruk parancsát teljesítették, mondta Hanumánnak. Nem szabad őket hibáztatni, szenvedéseimet csak is saját bűneimnek köszönhetem, így rendeli el a világ törvénye. Az erényesek jelszava az ősi mondás, az igazakban sohasem támad harag azok ellen, akik ellenük tesznek. Történjék bármi, betartják a törvényt, hogy ne álljanak bosszút gonoszszal a gonoszért, hiszen az erényesek ékszere a jó viselkedés. Ezt még egyszer. Nem szabad őket hibáztatni, szenvedéseimet csak is saját bűneimnek köszönhetem, így rendeli el a világ törvénye. Az erényesek jelszava az ősi mondás az igazakban sohasem támad harag azok ellen, akik ellenük tesznek. Történjék bármi, betartják a törvényt, hogy ne álljanak bosszút gonosszal a gonoszért, hiszen az erényesek ékszere a jó viselkedés. A bűnösökkel mindig könnyűletesnek kell lennünk, jó hanumán, hiszen senki sem bűn nélkül való. Hanumán lehajtotta a fejét és hallgatott. Szita helyesen szólt, nemes jelleméhez méltóan, gondolta. Szeretnék most visszatérni Rámához, mondta aztán. Kérlek, küldj számára valami üzenetet. Nem vágyom másra, mint hogy lássam végre szeretett uramat, felelte Szita. Hercegnő, kívánságot hamarosan teljesül, mondta Hanumán, majd meghajolt és visszament Vibisán a palotájába, ahol Ráma várt rá. Ráma végighallgatta Hanumánt, és aztán megkérte Vibisanát, adason Szitának mennyei ruhákat és égszereket. Ó, Rákszaszák királya, kérlek, rendeld el, hogy fürdessék meg a hercegnőt illatos égi balzsamokban, és öltöztessék a legfinomabb sejmekbe. Hozasd őt ide, mert szívem ég a vágytól, hogy újra láthassam. Vibisana maga ment Szítához, hogy teljesítse rám a kérését, ám Szítá így szólt. Nem tudok tovább várni, most azonnal indulok hozzá. Miért kellene fürdővel és öltözködéssel vesztegetnem az időt? Szitát csak nem egy évig szenvedett a szak egyetlen fogságában, és ez idő alatt nem volt egyetlen pillanat sem, hogy ne arra a napra gondolt volna, amikor végre viszont látja rámát. Most elérkezett ez a nap. Hogyan tudna egy pillanatot is tovább várni? Úrnőm, ez rám a kívánsága, felelte Vibisana. Szita számára férje szava szent volt, így aztán engedelmesen tette, amit kívánt. Bibisen a tüstén megparancsolta a ráksasziknak, hogy fürdessék meg és öltöztessék szép ruhába. Nem telt bele sok idő a hercegnő ragyogó száriban és olyan ékszerekkel, melyeket a félistenek feleségei is megirigyeltek volna, drága kövekkel díszített aranygyalog hintóba ült, és a vána rák már röpítették is ráma elé. Ahogy Vibisán a palotája felé közeledtek, Ráksaszák és majmok tülekedtek két oldalt az úton, hogy megpillanthassák a hercegnőt. Szíta a gyalog hintót elfedő sejemfüggöny mögül is úgy ragyogott elő, mint a nap a felhők mögül. Sötét ruhás, turbános ráksaszák nyitottak neki utat, csengetyűs dárdáikkal. A morajló tömeg ketté vált, és a hintó méltóság teljesen haladt a palota felé. Vibisána előre sietett, hogy bejelentse Rámának, a gyalog hintó már közel jár hitvesével. Kérd meg a hercegnőt, szálljon ki a hintóból, és gyalog jöjjön elém, mondta Ráma. Az emberek látni óhajtják, és ez nincs a szentírások ellen. Az erényes nőt nem a ház, a fátyol vagy a ruha védelmezi. Egyedül jelleme jelent oltalmat számára. Ezt még egyszer. Az erényes nőt nem a ház, a fátyol vagy a ruha védelmezi egyedül jelleme jelent oltalmat számára. Laksmana, Szugriva és Hanumán meglepődve néztek rámára. Úgy tűnt, haragszik valamiért szítára. Arca komoly volt és elgondolkodó. Mosoly nélkül nézett hitvesére, amikor Vibisana elévezette. Szíta leírhatatlanul boldog volt, hogy újra láthatja szíve úrát. Arca ragyogott, mint a hold, de amikor meglátta Zord arc kifejezését, zavarba jött egész testében remegni kezdett, és lehajtott fejjel, összetett kezekkel állt előtte. <kül> Rám a szíve majd megszakadt. Hőn vágyott rá, hogy Szita iránt érzett mérhetetlen szeretetét kimutassa, és tüstént visszafogadja hitvesét, de nem tehette. Attól tartott, az emberek megszólják majd érte. Ő volt a király, példát kellett mutatnia. Szita közel egy esztendőt egy idegen férfi házában töltött. Bizonyos, hogy lesznek majd olyanok, akik a szemére vetik, noha mindenki tudja, hogy rá van a akarata ellenére robolta el. Kétségbe vonják majd tisztaságát, pedig egy uralkodó feleségének gyanún felül kell állnia. Sziták könnyáztatta arcára nézett. Ó, áldott hölgy, szólította meg. Végre visszanyertelek. Legyőztem ellenségeimet, és megfizettem mindazért, amit az elrablásoddal ellenem elkövettek. Bosszút álltam, érted, hercegnőm? A bűnös rá a nincs többé. Ráma elhallgatott, és szíve hevesen vert. Amit most mondania kell, mindennél fájdalmasabb lesz. Végül erőt vett magán, és így folytatta. Most, hogy lemostam a gyalázat foltját, melyet a rák a király ejtett családunk becsületén, és megtartottam szavam, eleget tettem kötelességemnek. Nemes szítá, nem azért ontottam ennyi vért, hogy újra feleségemnek mondhassalak. Idegen férfi házában éltél. Hogyan fogadhatnálak vissza? Szégyen esett a hírneveden, hiszen Rávana a karjaiban tartott, vágyakozó pillantásokat vetett rád nap mint nap, nem tudlak többé a hitvesemnek tekinteni. Kérlek, menj most, ahová akarsz. Laksmana, Barata, Satugna, vagy még Vibisana is boldogan ad majd neked menedéket. Ó, Szita, rá van a mellett, hogyan maradhatna érintetlenül egy olyan szépséges teremtmény, mint te? Szita döbbenten állt. Ráma minden szava mérgezett nyílként fúródott a szívébe. Fájdalmában felzokogott, és akár egy zsenge hajtás a szörnyű viharban reszketni kezdett. A szégyentől megsemmisülve térdre rogyott, arcát a kezébe temette, és sírt, sírt keservesen. Ó, uram, mondta aztán gyötődve, miért büntetsz ilyen kegyetlenül szavaiddal? Úgy szólsz hozzám, mint egy hitvány ember a közönséges asszonyhoz. Ne gondold minden nőről, hogy erkölcstelen és szemérmetlen. Ha van is közöttük néhány, aki rossz útra tévedt. Ne kételkedj bennem, nem veti rám árnyékát a bűn. Rá van a akaratom ellenére vitt magával. Védtelen voltam. A szívemet azonban nem kaphatta meg. Egyetlen pillanatra sem voltam hűtlen hozzád. Ha ennyi év után, amit szeretetben együtt töltöttünk, nem bízol bennem, mi értelme tovább élnem? Mire volt jó a hosszú, fáradtságos küzdelem? Csupán meg kellett volna üzenet Hanumánnal, hogy megtagadott hitvesedet és én tüstént megváltam volna az életemtől, nem lett volna szükség a véres háborúra düh vezérelte csak tetteidet, akár a közönséges emberekét. Mint a leghitványabb halandók, ügyet sem vetsz hűségemre és odaadásomra, és engem is hitvány, alávaló asszonynak tekintesz, megfeledkezve isteni származásomról. <tosz> Szitákos sírva Laksmanához fordult, aki mélyen gondolataiba merült. Ó, herceg, kérlek, rakj mágiát! Nincs más kiút számomra, ez szégyenből ártatlanul ért a súlyos vád, és egy pillanatig sem tudom tovább elviselni. Csak a halált óhajtom már semmi mást. Férjem mindenki előtt nyilvánosan megtagadott, ezért a lángok közé vetem magam. Laksman a lelke háborgott. Hogy tehet ilyet ráma? ma? Fivérére nézett, de a herceg arca semmit sem árult el érzéseiről. Alig észrevehető bólintással viszonozta öcse pillantását, és a megértette, mit akar zavarodottan, fájó szívvel megépítette a mágiát. Ráma megingathatatlan maradt, mint jamarács, az igazságot osztó félisten. Senki sem mer a közelébe menni, vagy szót emelni Szitá védelmében. Szitákor lassan tisztelet tudom körbejárta, majd a lobogó tűz lépett, és két kezét összetéve így imádkozott. Ó tűzisten, kérlek, légy a tanum, hogy sohasem voltam hűtlen Rámához, sem gondolatban, sem szóban, sem tedben. Védelmez engem, ha szavamat igaznak találod. Úgy óvj meg, ahogy szívem örökké Oltam az, ha a félistenek mind tanúi ártatlanságomnak. Azzal körül járt a mágiát, és riadt, ámuló szemek keresztüzében a lángok közé lépett. Égi lények, félistenek, risi, gandarvák és szíthák nézték megdöbbenve, amint aranyos oltárként ragyogva elnyeli a tűz. Akár egy istennőt, aki a mennyekből a pokolba zuhant, úgy ölelték körül a lángok. Az asszonyok felzokogtak, és aztán síri csend támadt. Ráma nem látotta a könnyeitől, és a körülötte állók sírása még mélyebbre taszította a bánat óceánjában. Értelme az erény útját követte, de szíve majd meghasadt a fájdalomtól, amikor szítá a tűz martaléka lett. Ekkor égi hang szólalt meg feje fölött. Brammá volt az és a félistenek, akik megszólították. Ó, úrunk, hogy engedhetted, hogy ez a tiszta hölgy mágia halált hallja? Hát nem emlékszel, ki vagy? Miféle különös kedvtelés ez? Ráma felnézett az égiekre, és két kezét összetéve így felelt. Egyszerű földi halandónak tekintem magam. Ráma vagyok, Dasarat király fia. Ó, már, áruld el, ki voltam előző életemben. Ó, Ráma, felelte az úr Brammá hattyúja hátáról. A világ mindenség eredeti teremtőjeként ismerlek. Te vagy Visnó, te vagy Náraján, te vagy a számtalan néven ismert legfelsőbb úr. Minden Isten a te teremtményed, és te tartott fenn energiáddal a világokat. Mindenen belül és mindenen kívül létezel, s jelen vagy minden élőlény szívében. Léted felfoghatatlan, útjait kifürkészhetetlenek. Rámaként szálltál alá, hogy elpusztíts rávonát, s megmentsd odaadó szolgáidat. Küldetésed bevégeztetett, térj hát vissza birodalmadba. Így szólt az úr Brahma, és Ráma némán fejet hajtott előtte ebben a pillanatban a tűzből Ágni, a tűz fénylő istensége emelkedett ki, karjaiban szítával. A hercegnő testét gyönyörű vörös szári fette, és úgy ragyogott, mint a felkelő nap. Nyakában mennyei virágokból font fűzért viselt, drágaköves ékszerei kápráztatóan csillogtak. Sötét, göndör, fültök keresztezte arcáról, földön túli szépség sugázott. Ágni letette szítát ráma elé, s mély zengő hangján így szólt. Visszahoztam hitvesedet, lelke tiszta, a bűn leghaloványabb ágya nélkül. Egyetlen szavával, egyetlen tettével, gondolatával vagy pillantásával sem volt hűtlen hozzá soha. Rávana erőnek erejével rabolta el, amikor védtelenül elhagyatottan magára maradt. Noha sokáig sínlődött a fogságban, szíve és gondolata egyedül a tiéd volt, hiába próbálta Rávana jó szóval és fenyegetéssel megnyerni magának. Ó, Ráma, fogadd őt vissza teljes szívedből. Rámát határtalan boldogság árasztott el, könyvbe szemmel válaszolt Agni ajra. Szükség volt rá, hogy szitát tűzpróbának vessem alá, másképp a világ ostobának kiáltott volna ki, akit csak az érzéki vágy ösztökél. Hosszú ideig élt rá a palotájában, és noha én egy pillanatig sem kételkedtem hűségében, ártatlans, ártatlanságát bizonyítania kellett. Tisztaságának ereje megvédte, s a épp úgy nem szennyezhette be, ahogy az óceán nem léphet ki soha a medréből. <hül> ahogy a napsugarat nem választhatja el senki a naptól, szítát sem veheti el tőlem senki. Előbb tér le az igaz ember a besület útjáról, mint ahogy én lemondok hitvesemről. Szitát határtalan boldogság töltött el, ahogy Záma újra maga mellé ültette az Arany trónusra. Félistenek és bölcsek jöttek el, hogy himnuszaikkal magasztalják a hős rámát. Az úr síva személyesen járult eléjük. Megszabadítottad retteget zsarnokságtól a világot, mondta. Térj most haza a Jódiába. Vígasztald meg bálatos rokonaidat, s aztán hosszú ideig uralkodj még békével birodalmat fölött. Ó, ráma, atyád, a dicső dasalat is itt van, égi szekeréről téged szeretne látni. Ráma felnézett a magasba, és meglátta a lassan aláereszkedő szekeret. A mennyei fényességet árasztó nagy király leszállt, és rámához lépett. Szorosan magához ölelte szeretett fiát, majd leült mellé, és így szólt a félistenek királya, indra társaságát élvezem, most azonban, hogy téged láthatlak, ezerszer boldogabb vagyok, fiam. Kaikéi kegyetlen szavai, melyekkel számüzetésbe küldött téged, gyógyíthatatlan sebet ejtettek szívemen, de most szerte foszlott minden bánatom. Mindenért kárpótoltál, ó ráma. Letelt a tizennégy esztendő, számüzetésed véget ért. Alig várom, hogy ajódja, trón, ajódja trónján lássalak. Eredj, vígasztald meg kausalját és a vitéz baratát. Megértettem végre, ki vagy, ó ráma. Te vagy a legfelsőbb úr, és azért szálltál alá, hogy a világ javát szolgád. Atyám, felelte ráma. Kérlek, von vissza az átkot, melyel kaikéit és fiát kitagadtad. Nem tehetnek semmiről, bűntelenek mind a kettem. Dasarat engedett a kérdésnek, és aztán laksmanát vonta a keblére. <laughs> Ó, Laksmana, önzetlenségednek, melyel fivéredet szolgáltad, nincs párja a három világba. Most ajódjá, uralkodója lesz, de te szolgáld őt tovább. Laksmana után szítához fordult. Leányom, kérlek, ne neheztej rámára, amiért látszólag megtagadott. Egyetlen vágya az volt csupán, hogy makulátlan tisztaságot bizonyítsa a világ szem előtt kiáltad a tűzpróbát, és ezzel örökre az erényes nők példaképe lettél. Szitá összetett kézzel hajtotta meg fejét apósa előtt. Dasarat ekkor égi szekerére szállt, és visszatért a mennyekbe. A félistenek is mind hódolatokat ajánlották Rámának. Ó, Ráma, mondta Indra búcsúzóul. Nem múlhat el áldás nélkül, ha valaki a félistenekkel találkozik. Kérlek, kívánj valamit, s mi azonyomban teljesítjük. Rám a mosolyogva válaszolt. Kívánom, hogy térjenek vissza az életbe azok a majmok, akik a csatában elestek. Még azok is, akiket felfaltak a rákszaszák. És bárhol éljenek ezentúl, <tosz> ott mindig teremjen elegendő gyümölcs és gyökér a számukra. Legyen óhajott szerint, felelte Indra. Éledjenek hát fel mind a hős majomkatonák, térjenek vissza a családjukhoz, és erdejük minden évszakban legyen teli roskadozó fákkal. Azzal a hatalmas félisten parancsára mennyei nektár hullott a felhőkből. A majmok mind életre keltek, és ámulva néztek magukra és egymásra. Csoda! Csoda történt! Kiabálták boldogas, majd az égig a körömükben ölelgették, tapogatták egymást, és a sok vánar a harcos újra morajló óceánként hullámzott Lankás szigetén. Indra búcsút vett Rámától és a többi félistennel együtt hazatért birodalmába. Amint ragyogó szekereiket elnyelte a kéklő messzeség, Ráma kiadta a parancsot, hogy a majmok táborozzanak le éjszakára. Ő maga szítával, vívisan a palotájában tért nyugovóra. hamarosan a 15. fejezet kerül felolvasásra, vissza a jódjába. És ez lesz az utolsó fejezet, lehet, hogy ha nem nagyon sötétedik be, ezt még most elkezdem felolvasni. És egy kis kiegészítő információt tudjátok, ahogy szoktuk. Tehát akik végighallgatták az egész rámaján felolvasást, ugye Rávana, van a, amikor szítát elrabolta, akkor cselhez folyamodott, és egy varázslattal először rámát csalta el szítád mellől, és utána ugye Laksmanát. De Laksmana nem hagyta magára e, Szitát őrizetlenül, hanem egy ilyen, e, tehát az Agni e, m -m 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 mantrával, egyébként rám, 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 ami egyébként amúgy az úr Ráma is, de jelen esetben ez a rám mantra, ez a tűz istenét meghívta a nyilaiba, és egy ilyen nyílkoszorút csinált e, Szita köré, tehát egy ilyen áthatolhatatlan tűzburak védte, e, Szitát és Rávana, ugye egy idős brámanának álcázva magát, kihívta ebből a védelemből, és akkor Szita Dévi átlépett ezen a tűzfalon. Pillanat. Na valójában akkor Ágni, a istene magához vitte Szitát, és tulajdonképpen mondjuk úgy egy ilyen hologram lépett át a tűzön, aki utána tehát egy ilyen mája, egy ilyen illúzió volt, akit végül is rá van a és akiért ugye végrehajtották ezt a, ezt a csatát, és utána a kezdetelés további része az volt, hogy ugye tűzpróba, és amikor belépett a mágiába, Ágni a mennyi birodalomból akkor hozta vissza a szitát. Tehát tulajdonképpen Rávana soha, még csak rá sem tudott pillantani az igazi szitadévire, soha meg nem érintette, nem húzta a haját, nem semmi. Semmi. Ö, tehát Szita, a szerencse istennője, teljesen érinthetetlen és láthatatlan minden olyan ember számára, akinek a szíve tisztátalan. Úgyhogy igazából ennyi. Úgyhogy ez, egy, ez csak gyerekességként elmondtam, hogy Szita, Szita, soha nem volt rá van a fogságában és ez így, így volt maga a sztori. Tehát ő az elrablása korát lépett a tűzön, és, és amikor uh, ugye uh, legyőzték a rákszaszákat, akkor a tűzből lépett ki, és, és ugyanúgy ráma, tehát egy pillanatig sem volt soha ráma védelme nélkül. Na jó, ezt csak úgy elmeséltem nektek, és... Uh... <coughs> Na Simha már, már halála a magát, látjátok? Már annyira izgult, hogy... <laughs> Na. Rámaján ki Krisna Krishna darmadász ki jaj, jajni tájgóra prémalandé, hari hari bol, góra, bakta vrinda köszönöm, hogy meghallgattál, hari Krisna, hari hari bol.